Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mint tudják, nyilván ezért nézik, hogy ez a külpolitikai kitekintő a heti TV külpolitikai zászlós hajója, zászlós műsora, és már a második ebben az évben, mert nagyon szorgalmasak vagyunk, meg azért, mert a nemzetközi helyzet állandóan fokozódik. Biztos azt is észrevették, hogy idén szökőév van, ami két szempontból fontos. Egyrészt egy nappal többet kell dolgozni, mert lesz egy február 29-e, de mi nem ezért jöttünk most össze, hanem azért, mert szökőben választások vannak Amerikában. És ezek a választások általában nagyon izgalmasak, szerintem idén még olyan izgalmas választás lesz, amilyen még nem volt. Talán Abraham Lincoln megválasztása előtt volt ennyire feszült és megosztott az amerikai társadalom, és erről fogunk beszélgetni két kitűnő szakértőnkkel. A fiatalabb korosztályból Szemerkényi Réka, nagykövet asszony, washingtoni nagykövet volt, most is Amerikában dolgozik, mindenféle titulusai vannak, de azt most nem mondom el. És Fehér Zoltán, akinek szintén sok-sok titulusa van, bár öregebb, mint a Réka, de meg nálam is öregebb. Neki gratulálunk, mert most volt a születésnapja, aztán már úgy terül, hogy hányadik, köszönöm, nem is szépen. Érdekes. Köszönöm szépen. Ugye ő Amerikában él, és mind a ketten ilyen két lakják, hogy Amerikában is élnek, meg Magyarországon is, és szerintem ez nagyon jó lenne, hogyha sok szakember tudna ezt utánozni, hogy valahol van, ahol nagyon hasznos munkát végez, és aztán hazahozza a hasznát annak a munkának. Úgyhogy most meglátjuk, hogy mi a haszna ennek a munkának, mert Amerikában választások lesznek, és két szakértőnket kérdezem. Réka, kezdjük egy rövid kérdéssel, utána Zolitól is ugyanezt a kérdést fogom föltenni, nem mellé beszélni, egy szót kell válaszolni, ki lesz az elnök január 20-án jövő. Majd aztán egy év múlva. Könnyű kérdésekkel kezded. Igen. Nem baj, hát ebbe az a jó, hogyha eltaláljátok, akkor az a jó, hanem akkor megbeszéljük, hogy miért nem. Igen, a következő januári beszélgetésünknek biztos meg lesz egy nagyon jó alaptémája. Hogyha most kell mondani egy szót, akkor azt mondom Donald Trump. Zoli? Nehéz, de egy szóba kell. Donald Trump. Igen, hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye ezek azok a jövendelések, én például örülnék, ha tévednétek, de ez egy más kérdés. Akkor egy kicsit... Hát az örömfaktort nem tettük bele a kérdésbe. Nem, persze, ez nem is volt. Melyik faktort? Csak... Örömfaktort. Ja, igen, nem volt önmagában benne. Ugye most akkor egy kicsit bővebben, miért Donald Trump, Réka? Nagyon érdekes feszültség érezhető az egész amerikai választási rendszerben, ami... Nyilván minden választásnak megvan a maga karakterisztikája és megvan a maga hatása is a következő 4 évre, illetve a következő választási ciklusra. De a mostani választásnak a minden fejleményében nagyon markánsan érezhető az előző 4 évvel ezelőtti választásnak a feszültsége, ugyanis az a választás volt az a pillanat az amerikai politikai történetben, amikor a legszélesebb aminek a következtében a legszélesebb társadalmi rétegek részéről lehetett érezni egy bizalomvesztést a választásban, mint politikai eszközben. És ez a bizalomvesztés az eredményben, ez rányomta a bélyegét annak a választási eredménynek nyilván az értékelésére is, illetve a mostani választásnál is azt látjuk, ahogy, nem tudom, 2020-ban, a 20-as választásokban ugye nagyon szoros választási eredményeket hozott ki a floridai számlálás, és ott elhúzott az egész, az egy csomó változást indukált a választási rendszerben, és egy csomó módosítást vezettek be technikai szempontból is. A 4 évvel ezelőtti választásnak a következménye, ez a bizalomvesztés, ez a mostani választásnak az egyik meghatározó faktora. Ennek nyertese, és ennek a legerősebb, meglovaglója, vagy aki a legtöbbet nyert ezen, az eddigi kommunikációban úgy tűnik Donald Trump. Nem csak nyert rajta, hanem ő is csinálta, vagy ő is generálta. Generálta, így van. Zoli? Nagyon megosztott az amerikai közélet. Eleve az amerikai politikai rendszer és a választási rendszer erre a kétpártos szisztémára van felépítve. Tehát általában, ha megnézzük az elmúlt
200 év, 225 beválasztási eredményeit, elsősorban az elnökválasztási eredményekre gondolok, a különböző eredmények, a győztes és a vesztes eredménye általában nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát Amerikára jellemző volt mindig, miközben a pártok ideológiája, jellege változott, hogy a két pártnak a támogatottsága nagyjából 50-50%, és mindig ugyanazon múlik mondjuk egy elnökválasztás eredménye, hogy igazából ki tudja bővíteni a saját táborát további választókkal. Én most is ezt látom, hogy már 2020-ban is nagyon szoros volt az eredmény. Ugye ezt lovagolta meg Donald Trump. Nem volt olyan szoros, mint amit ő szeretett volna meglovagolni, de valójában szoros volt, hiszen néhány millió szavazaton múlt a Joe Bidennek a győzelme, és ezt a sok helyen, ugye állami szinten is szoros eredményt lovagolta meg Donald Trump, amikor azt mondta a támogatóival együtt, hogy elcsalták a választást. Az elmúlt 4 évben nyilván nagy amplitúdó tapasztaltunk a pártpreferenciák, választók pártpreferenciája, illetve elnökjelölti preferenciájában, de összességében ez, hogy a két tábor nagyjából egyenlő, ez megmaradt. Szerintem, ami most két nagyon erős faktor, ami a novemberi választási eredményeket eldöntheti Donald Trump vagy Joe Biden javára. Az egyik Trump oldalán talán ott kettő is van. Az egyik a Trump-pal szemben megindult gyakorlatilag követhetetlen számú és lefolyású jogi eljárások hatása, és többek között azok a jogi eljárások, amik állami legfelsőbb bíróságokon indultak, hogy Trumpot levegyék a szavazó céduláról, tehát hogy ő ne indulhasson republikánus elnökjelöltként, ugye Colorado-ban ezt a legfelsőbb bíróság meg is szavazta. Ezek az ügyek majd a szövetségi legfelsőbb bíróságra fognak kerülni februárban, de Trump ellen rengeteg más eljárás is folyik, ugye a pornosztárral kapcsolatos ügy, a georgiai választási csalással kapcsolatos ügy, a január 6-ai ügyek, tehát ezek úgy tűnik a felmérések alapján, hogy ezek még a republikánus szavazókat, sőt a jelenleg Trumpra szavazni kívánókat is valamilyen módon befolyásolhatják. A másik nyilvánvaló faktor a Trump oldalon az pedig az, hogy ő versenyben van a republikánus jelöltségért más jelöltekkel. Joe Biden oldalán pedig hát szintén nem csak egy dolog van. Én a korát szerettem volna mondani, és a vele szemben hát növekvő bizalmatlanságot a 2020-as szavazói részéről, de az az igazság, hogy van egy másik, egy erős ideológiai harc a demokrata párton belül, ami most jelenleg nem Joe Bidennek kedvez. Ugye az, hogy a kiegyensúlyozottak az erő, vagy voltak az erőviszonyok, ugye az nagyjából annak köszönhető, hogy mindkét párt legalábbis a előválasztások után középre törekedett. Ugye most nem ezt látjuk egyelőre legalábbis. Ugye a republikánus pártban Donald Trump, hogy egy kicsit ilyen elavult kategóriát használják, ugye jobb szélre húzza a republikánus pártot bizonyos szempontból. Ez persze egyszerűsítés a dolgoknak. Joe Bident pedig a pártja egy jó része bal felé húzza, és hát meglátjuk, hogy ebből sikerül-e kijönni. De az lenne a kérdésem, Réka, hogy mit mutat ez Amerikáról, mert nem egy jó kép, amit most látunk általunk, mindhármunk által szeretett Amerikáról, hogy egy választási harc arról folyik, hogy csaltak-e, hogy hány éves a jelölt, hogy a bíróság mit mond, és nem igazán látni azt, hogy érdemi politikai kérdések lennének a viták közepén. Mit gond, miért van ez, így van ez, és miért van ez így? Nagyon, nagyon érdekes helyzet ez valóban, mert az előbb azt mondtuk, hogy mi az örömfaktor, azt gondolom, hogy az nagyon nyilvánvalóan látszik mind a két párton, hogy nagyon szükség lenne megújulásra, új arcokra, új fiatalabb, de tapasztalattal rendelkező vezetők megjelenésére. És hogyha összehasonlítjuk a két pártot, akkor szerintem az mond igazán sokat Amerikáról. Nem annyira ez, csak ez a két párt.
Ugyanis az egyik oldalon, ami a meglepő a számomra, hogy nincsenek is nagyon alternatív, potenciális versenytársak. Tehát a demokrata oldalon nem jelenik meg olyan jelölt, aki most, akire azt lehetne mondani, hogy egy komoly leendő elnök, hanem most akkor mondjuk a következő 4 évvel későbbi választásokon. A republikánus oldalon más a helyzet, ott nem csak, hogy sok jelölt van, de azok közül több nagyon komoly jelölt, akik lehetnének könnyen elnökök, jobb, rosszabb elnökök, nyilván ez sok mindenem múlik, de effektíve megvan a képességük, megvan a tudásuk hozzá, van hozzá szakmai tapasztalatok, van hozzá politikai tapasztalatok, tehát vannak jelöltek. Ezek közül a jelöltek közül én azt gondolom, hogy mondjuk, ha nem is most lesz az ideje, de hogy valóban el tudom hosszú távon képzelni, hogy egy meghatározó arca lesz a republikánus politikai oldalnak, például Nikki Haley, aki erősödik is, és egy komoly szakmai csapat van körülött, egy komoly szakmai háttere van, egy nagy tapasztalatú, nagyon higgadtan, megfontoltan, mélyen gondolkodó republikánus vezető, de ott van Ronald DeSantis, akiről szintén el lehet mondani sok pozitívumot, meg negatívumot, de azt nem lehet mondani, hogy nem lenne jó elnökjelölt például. És hát mondhatnék még egy-két nevet. Ugyan van, aki már kiesett a mostani versenyből, de hasonló módon lenne jó republikánus jelölt. Tehát én azt gondolom, hogy a terep az azt jelzi, hogy van egy megújulási lehetőség a párton belül, és vannak potenciális új vezetők. Ezt a megújulási lehetőséget a demokrata oldalra kevéssé lehet érezni. Kaliforniai kormányzó? Ez mond sokat Amerikáról szerintem most. Kaliforniai kormányzót nem tartott komolynak? De komoly jelöltnek tartom, de most nem is tűnik úgy, hogy ez a terület érdekel, vagy feladat érdekelni. Igen? Hát legalábbis egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez ő 4 éves, vagy az ő 4 éves tervében benne van. Lehet, hogy látja, hogy úgyse lesz belőle semmi idén. Igen, és szerintem ez sokat mond a demokrata oldalról, igen, és ez mond sokat Amerikáról, hogy mi történik pontosan a társadalmon belül, hogy valóban van egy, és nem csak most, a 4 évvel ezelőtti választáson is, sőt, amikor Donald Trump nyert, ugye akkor is, azt láttuk, hogy ott volt 12 olyan republikánus jelölt, akiből legalább 4-5 nyugodtan lehetett volna egy potenciális elnök bármikor a képesítése, a képességei és a háttere alapján. Egyetértek Rékával abban, hogy jelenleg üdvözítően sok különböző platform és jó jelölt látható a republikánus oldalon, nem sok, hanem pont elég, de ezzel szemben a demokrata oldalon pedig nincs ilyen alternatíva, és ez mindenképpen a demokrata párt jelenlegi pozícióit és az elnök jelöltjük pozíciói gyengíti majd a választásokon. Valószínűleg ez is benne van abban, hogy Réka is és én is azt gondoljuk, hogy igazából ez gyengíti a Joe Biden elnök jelöltségét, illetve a demokrata párt által megválasztandó elnök jelöltnek a potenciális erejét. Viszont ennek az is az oka, hogy Joe Biden a jelenlegi elnök. És hagyományosan az amerikai választások történetében az éppen regnáló elnököt a saját pártja az első ciklus után mindig újra jelöli. Sőt, a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy néhány kivételtől eltekintve, ilyen volt Jimmy Carter, és ilyen volt az idősebb George Bush, a regnáló elnökjelöltek újraindulnak, és meg is választják, újra is választják őket. Tehát ebből a szempontból a kalkulációja a demokrata pártnak nem rossz. A kalkuláció másik oldala az az, hogy egy 80 éves jelöltet indítanak. Mert Donald Trump se sokkal fiatalabb. Ő 2-3 évvel fiatalabb. Csak sokkal fiatalabbnak néz ki. Nagyon az amerikai választók különböző módon érzékelik az ő korukat. Donald Trumpot nem tartják túl korosnak, pedig valóban azt hiszem 3 év különbség van kettőjük között, és Joe Biden pedig túl korosnak tartják. Tehát ez mindenképpen gyengíti a regnáló elnök pozícióját, annak ellenére, hogy hagyományosan a regnáló elnököt újra szokták választani. A republikánus pártnak ebből a szempontból szerencséje, és a republikánus szavazóknak, hogy nincsenek kormányon, hiszen abban a nagyon erős megosztottságban és belső útkeresésben, ahol mind a két párt
jelenleg mozog. Abban a republikánusoknak most van lehetőségük alternatívákat pozícionálni, alternatívákat kreálni, és bizonyos alternatív jelöltek körül felsorakozni. Ezt a demokraták nem tehetik meg, és ez nagyon-nagyon hátrányos a demokrata párt belső fejlődése és az amerikai politikai kultúra, meg szerintem az elnökválasztási, az elnök jelöltek minősége szempontjából. Én azt gondolom, hogy két tragikus dolog van jelenleg Amerikában, amit az elnökválasztás kristályosít ki számunkra. Az egyik az, hogy az amerikai Egyesült Államok, amely a világ egyik példaszerű demokráciája, a legnagyobb állam, a világrend vezetője, két 80 év körüli fehér férfit tud produkálni, akik mind a kettően rendkívül megosztóak az amerikai politikai életben. Tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi elnökválasztás, az összes elnökválasztáson induló jelöltek, vagy indult jelöltek, az mondjuk az elmúlt 50 évben, ha ezt megnéznénk, akkor a minőség nagyon erősen lefelé megy, szóval zuhanó repülésben van. És azt gondolom, hogy Joe Biden nem volt rossz elnök az első 4 évben, de az kétségtelen, hogy a választóknak a fenntartása az ő korával, fittségével, rátermettségével kapcsolatban sokszor, hogy mondjam, igazolhatók vagy indokoltak. A másik tragédia, amiről viszont te beszéltél, és ebben neked szeretnék mindenképpen igazat adni, hogy borzasztó rossz irányba indult el egy pár évvel ezelőtt, részben a külső tényezők, a populizmus megerősödése, általában a demokrácia válsága miatt az amerikai belpolitika méghozzá a szélsőségek irányába. Tehát mind a két nagy pártban jelen van egy olyan radikális szélsőséges tábor, az egyik Donald Trump körül van, és a másik pedig az úgynevezett woke mozgalom a demokrata pártban, amelyek a szélek felé húzzák mindkét pártot, és jelenleg a szélek, vagy a radikális baloldal és a radikális jobboldal ütközik meg az amerikai politikai diskurzusban legdominánsabban. Joe Bidenre lehet alkalmazni azt a mondást, kicsit parafrazálva, amit egy korábbi magyar politikus mondott, hogy nem elég jó elnöknek lenni, annak is kell látszani. Igen. Mert hogy ez nem annak látszik. Vika, azért... Még hozzátennék ehhez, hogy Biden elnöknek nagyszerű lehetősége lett volna arra, és azt mondom, hogy részben ez is volt a koncepció az ő támogatása mögött, meg az ő elnöki jelölése mögött, hogy visszahúzza középre a demokrata pártot, és visszaadja azokat az értékeket, azokat a bipartizán gyakorlatokat, azokat a gesztusokat, amelyek nagyon kellenek egy közéletbe. Ezt mindig az elnök, az a vezető teheti meg, aki hatalmon van, tehát ezt az ellenzékű oldalról nehéz elkezdeni csak. A normalizálódás, a kulturált gesztusok, a középpel való, a képesség, a két oldallal való beszélgetése, ez onnan kell jöjjön, és ebből a szempontból ez egy kihagyott, sőt, nem csak kihagyott 4 év volt, hanem valójában még további szélre tolódást lehet látni a demokrata párton belül, ami semmelyik társadalomnak nem egészséges. Ami azért is érdekes egyébként, mert maga Joe Biden egy abszolút középutas politikus. Az ő rákényszeríti belülről a pártnak a szélső bal szárnya, kívülről meg maga Donald Trump rákényszeríti. Én ennyiből vitatkoznék egy picit veled, Réka, hogy én azt gondolom, hogy Joe Biden ezt megpróbálta. Igen. Tehát ez nem rajta múlott. Az kétségtelen, hogy a mögötte lévő párt és a szembe lévő ellenzéki párt igazából nem volt ebbe partner, de azért ne felejtsük el, hogy a Donald vagy a Joe Biden vezette kormányzat a kongresszussal tető alá hozott egy chip törvényt 2021-ben, tető alá hozott egy infrastruktúra törvényt, és ezek ugye hatalmas belső a gazdaság felpörgetését célzó, illetve gazdasági függetlenséget célzó, ugye az infrastruktúra tekintetében, illetve a félvezetők gyártása tekintetében törvények, és ezeket kétpárti többséggel fogadták el a kongresszusba, és ezek szerintem nagy eredmények. A külpolitikában is nagyon sok kétpárti mozzanat volt, amit Bidenék hoztak,
És igazából Bidennek szerintem az eredményét pont abból a szempontból kellene néznünk és értékelnünk, hogy az ő mögötte álló pártban van egy rendkívül hangos, agresszív, szerintem rendkívül veszélyes, úgynevezett progresszív vagy woke szárny. Hát a progresszívet ne használjuk. Ők használják magukra, ők használják magukra, ez nem igaz. Sőt, legalább annyira retrográd, Pennsylvania szenátor Fetterman legutóbb már azt mondta, hogy ő emiatt nem is tartja magát továbbá progresszívnek, ugyanis azzal támadták, hogy ő nem elég Izrael párti. Tehát én azt gondolom, hogy a Joe Biden szerepe itt arra fókuszál, hogy ezt a nagyon radikális balos társaságot kordába tartsa, és most ugye a választási évben, tavaly októbertől elsőbb ugye a Hamas támadása után derült ki, hogy milyen feszültségek vannak a demokrata párton belül. Abszolút. Bocs, Zoli, én nem azt mondtam, hogy ő nem próbált ezt megcsinálni, igen, azt mondtam, hogy nem sikerült neki. Igen, hát és azt gondolom, hogy ez sajnos rányomja a tényeket fogja értékelni. Így van, és azt gondolom, hogy ez sajnos rányomja a bélyegét minden sikerre is, ami igen, megtörtént, és kétségtelenül megvan. Ezzel együtt az a kultúraváltás és az az esély, aminek ő az egyetlen letéteményesül tűnik a demokrata párton belül, mert nincs egy másik igen, jelölt, aki hasonló agendával indulna egyáltalán. Tehát arról van szó, hogy most a sok, középre visszahúzó demokrata vezető közül miért pont ő indul, hanem az, hogy nincs egyetlen olyan vezető arca sem a demokrata pártnak, aki nem menne tovább ebbe a szélsőséges irányba. Tehát gyakorlatilag akár megválasztják őt, akár nem, akár siker, akár nem, az, hogy a demokrata párt tovább tolódik szélre, és egy hosszabb távon is ez az irány várható a párt vezetésében, az azért nagy rizikó nélkül kijelenthetjük. Az szerintem is sajnos így van. Most már kevés az időm, de azért gyorsan még beszéljünk arról, hogy mik a lényeges pontok az amerikai, és beszéljünk most a külpolitikáról, hogy mégis a külpolitikai kitekintőnek hívjuk. És azt gondolom, hogy főleg arról a két dologról kell beszélni, hogy Ukrajna és Izrael, hogy mit láttok ebben, milyen lehetőségeket, mert ez is elég megosztóvá, úgy látszott, hogy nem az, de megosztóvá válik lassan az amerikai politikában. Réka, szerinted merre megy az amerikai politika? És úgy beszéltek, hogy még egy kérdésem lenne. Igen. Hát szerintem vannak nagyon felfokozott várakozások azzal szemben, hogy egy Donald Trumpi váltás mit eredményezne, aminek a nagy részét racionális alapokon nem látszik megtalálni, vagy indokolhatónak. Mert azt gondolom, hogy azok a feszültségek, amelyekkel most a világ szembenéz, és most nyilván két pontról beszélünk, de nyilván a 24-es évben sajnos várhatóan fog hozzájönni még további nagyon súlyos feszültség, góc, kirobbanással. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon súlyos és nehéz évre kell felkészüljünk, amiben ezek a kihívások, ezek... Ez a közepes év lesz, jobb, mint a következő, de rosszabb, mint a munkája. A rossz kezdete, igen. Tehát vagy a súlyos problémák valódi kezdete. Úgyhogy ezek nem, egyike sem olyan, hogy egy kardvágással, gordiuszi csomóként hip-hop meg lehetne oldani. Bár Donald Trump egy nap alatt megoldja őket. Hajrá! Neki, ha így van, akkor legyen ő az elnök. Hát azt gondolom, hogy mind a két feszültségnek olyan összetett és annyira szerteágazó nemzetközi vonatkozásai vannak, hogy ezt nem ennyire egyszerű, de ezzel együtt is az a kitettség, vagy az érdek, ami amerikai oldalról nézve ebben a két feszültségben megnyilvánul, mind a kettő nem változik. Tehát azt mondom, hogy abban mind a kettőben lehet érzékelni azt, hogy nincs olyan elnökválasztási fordulat, ami azt lehetővé, hogy Amerika egyszerűen csak kivonuljon ezekből a feszültségekből, és azt mondja, hogy nem számít, mi most határt építünk csak. Tehát, hogyha egy Egyesült Államok arra képes csak, hogy a saját határát felépítse, az egy szomorú jelző lenne, az lenne egy igazán nagy probléma. De azok a külső nyomások, amik most hatnak, amit egy kampány ideje alatt le lehet az asztalról söpörni, vagy egy pillanatra arrébb lehet tenni, valójában rögtön a kampány után újra ott lesznek. Az az érdekes, hogy az amerikai elnökválasztásnak a külpolitikai hatásában azt láthatjuk, potenciális hatásában, hogy
az Izrael politika valószínűleg nem fog változni. Tehát én nem teljesen értek Rékával abban egyet, hogy biztosan tolódik a demokrata pártnak a politikája, mondjuk egy újraválasztott Biden alatt balra, bár valóban abban egyetértünk, hogy a nyomás az megvan. Én azt gondolom, hogy ha Bident újraválasztják, akkor ő viszi tovább a jelenlegi politikát, ami azok számára, én azt gondolom, az asztal körül ülők benne vannak ebben a körben, akik azt gondolják, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre, és hogy a Hamas október 7-i támadása gyakorlatilag egy Izrael létét fenyegető támadás volt, és az erre válaszul, a háborúra válaszul kidolgozott amerikai politika, az bár mindenképpen egy finom egyensúly próbált fenntartani, de alapvetően Izrael barát. Ezt az Izrael barátságot lehet elmondani a republikánusokról is, Trump elnökről, Nikki Haley-ről, Ron DeSantisről. Hát ebben én nem várok változást, és ebből a szempontból nyugodt vagyok, hogy bárki nyeri is a választást, az Izrael párti politika, és egyben egy olyan politika, amely próbálja az izraeli katonai műveleteket is a háttérből mérsékelni, vagy próbálja a civil áldozatokat is visszafogni. Én azt gondolom, ez mindenképpen folytatódik. Ukrajna szempontjából itt nagyon más a két pártnak és a vezetőelnök jelölteknek az álláspontja. Joe Biden kormánya, és ezt szintén pozitív módon értékelem én személy szerint, azt gondolom az asztal körülülőkkel egyetértésben. Joe Biden kormánya nagyon erősen támogatta Ukrajnát, szerintem nem eléggé. Tehát ugye pont annyira támogatta az amerikai politika, és ebben benne voltak vastagon a republikánusok is, a kongresszusi republikánusok, pont annyira keményen erősen támogatta, hogy annyit értek el, hogy Moszkva nem tudta lerohanni Ukrajnát, és nem tudott győzni. Igazából a háború meghosszabbodott, tehát lehetne több támogatás. A helyzet az, hogy Joe Biden vagy egy demokrata jelölt, egy hasonló demokrata jelölt, egy mérsékelt demokrata jelölt újraválasztásával van csak esély annak, hogy egy hasonlóan robusztus, bár a bólogatásotokból látom, hogy ti is azt gondoljátok, hogy nem eléggé robusztus Ukrajna párti politikára van esély, viszont a republikánus oldalon már vegyes a kép, ugye Trump és azt gondolom Ron DeSantis mérsékelni a Ukrajnának nyújtott támogatást, ahogy a jelenlegi kongresszus republikánus többség vezetése is sokkal visszafogottabb, és ugye az egész bevándorlási ügy megoldásától tették függővé azt, hogy odaadják azt a pénzt Ukrajnának és a fegyvereket, amit Joe Biden kér. Másrésztről viszont van egy reménysugár, és ez pedig a Réka által említett Nikki Haley, aki az egyetlen női, komolyan vehető női elnök jelölt jelenleg a placon, és az ő külpolitikai álláspontja az nagyon közel áll azzal az internacionista, és ez nem a marxista internacionista álláspont, hanem egy régeni republikánus, konzervatív internacionista politikához, amit én azt gondolom, hogy mi is Magyarországról vagy akár Amerikából szívesen látunk, tehát egy olyan politika, ha már ugye a két válságot említettük, és arra fókuszáltunk, amely Izrael támogatja a gázai konfliktusban, és Ukrajnát támogatja a tőlünk keletre zajló háborúban. Nagyon gyorsan egy hipotézist elmondanék, hogy ne legyünk már ennyire pessimisták. A Donald Trumpról. Én azt gondolom, hogy Donald Trumpról sok mindent lehet mondani, de az egyik fő jellemzője az, hogy kiszámíthatatlan. Politikailag is. És mi van akkor, hogyha Donald Trump az elnök, és ugye egy nap alatt meg akarja oldani a válságot? Szerintem ő megpróbálja ezt, mégpedig úgy, hogy fölhívja Volodyát, hogy Volodya, fejezzétek már be ezt valahogy ezt. És mi van akkor, hogyha Volodya elküldi őt melegebb éghajlatra? Nem az, hogy esetleg pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit most várunk tőle, hogy még jobban beviszi az Egyesült Államokat, akár mondjuk amerikai közvetlen fegyveres beavatkozással is, ha nem is katonákkal? Ukrajnába? Ukrajnába, igen. Réka, ez nagyon-nagyon nagy butaság vagy? Butaságot nem mondanék, de én ezt nem látom. Én azt látom inkább, hogy ami hiányzik onnan, hogy meg lehessen állítani ezt a háborút, az valóban egy biztonsági garancia, ami Ukrajna számára elég lenne.
És azt gondolom elég lenne az említett Volodya számára is arra, hogy meggyőzze arról, hogy, hogy mit érdemes. Nem feltétlenül egy biztonsági garancia. Azt gondolom, hogy a NATO tagság az egy sokkal bonyolultabb és összetettebb kérdés, és abban az egy hosszabb folyamat, bár lehetne az is, tehát nyilván egyfajta biztonsági garancia, ennek vannak más példái is a világban. Dél-Koreával is, Japánnal kapcsolatban is vannak olyan... Sőt, Izraellel sincsen szerződése az Egyesült Államokkal. Pontosan, és ezek működnek, és azt gondolom, hogy ez az, ami hiányzik. Tehát, hogyha nem kapta meg azt a katonai támogatást Ukrajna, akár mennyire is volt szóbeli támogatás Ukrajna mögött, amivel tudott volna győzni, katonailag ott a terepen, akkor van olyan biztonsági garancia, amit megkaphat, ez az egyik. Ezt meg tudja adni az Egyesült Államok overnight. Tehát ez az egyik napra a másikra valóban kidolgozható. Például a Svédországnak ugyanez megtörtént. A másik, amit nagyon el tudok képzelni, ami miatt mondjuk Ukrajnával kapcsolatos nézetei Donald Trumpnak is valóban így van, változhatnak egyik napról a másikra, az, hogy ott vannak olyan érvek, amiket az ukrán elnök meg tud találni egy esetleges Donald Trump választási siker után, ami miatt ukrán párti lesz az elnök markánsan, hiszen volt már ő. Tehát az is. Tehát ő, nem, abszolút, és ez logikus, és az Egyesült Államok érdekeinek megfelel, tehát abban az a szélesebb régeni republikánus külpolitikai percepcióban, amiben Ukrajnára tekint amúgy a republikánus párt többsége, ami miatt támogatják Ukrajna harcát az orosz támadás ellen, az ott van, tehát nem az áramlattal szembe menne ez, hanem teljes mértékben megfelelne ennek a külpolitikai koncepciónak. Zoli? Én is azt gondolom, és ez nem is baj, hogy itt a végére mondunk valami pozitívat, egy reménysugárt felvillantunk Donald Trump esetleges újraválasztásáról, elnökségéről, hiszen mind a ketten azt jósoltuk Rékával, hogy a jelenlegi állás szerint valószínű őt fogják megválasztani. És nagyon sok hibát követett el politikailag és külpolitikailag Donald Trump, de pont ez a, hogy mondtad, kiszámíthatatlansága? Pont ez a kiszámíthatatlansága, és az a washingtoni elittel szembeni pozícionálása, saját magát pozícionálása, az hozott pozitívumokat is. Közel-kelet. Például a Közel-Kelet, és mondok egy nagyon fontos példát, amivel én foglalkozom, az amerikai-kínai kapcsolatok. Ha Donald Trumpot nem választják meg elnökké, egy elitellenes, washingtoni elitellenes programmal. Emlékezzünk rá, hogy ő fel akarta szívni a mocsarat. Ugye a mocsár az az amerikai, illetve a washingtoni elit, fel akarta szárítani a mocsarat, az a washingtoni elit. Az az igazság, hogy a Kína szempontjából felszárította a mocsarat, ugyanis a Kínával kapcsolatos amerikai stratégia az én kutatásaim alapján majdnem 30 évig elhibázott volt, hiszen a világ vezető hatalma gyakorlatilag a támogatásával felnövesztett maga mellé egy rendkívül agresszív versenytársat, sőt egy ellenfelet. Hogy nem mondjuk ellenséget, mert még az is lehet belőle. És ehhez képest Donald Trump javára kell írni azt, hogy ő volt az első az amerikai elnökök sorában, aki felismerte, és akinek az adminisztrációja felismerte, hogy Kína nem stratégiai partner, Kínát stratégiai partnernek nevezte Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is. Ő az első, aki felismerte azt, hogy nem, ők sem stratégiai partnerek, mármint Kína, hanem stratégiai ellenfelek, stratégiai versenytársak, és ennek megfelelően módosította az amerikai nagystratégiát és a külpolitikát. Tehát az az érdekes, hogy míg Donald Trump és egyébként az adminisztrációja és annak külpolitikája is sokszor meglehetősen kaotikus volt, pont azért, mert maga az elnök kicsit kiszámíthatatlan, és impulzív és improvizatív, és nincs igazából, nem volt kormányzati és külpolitikai tapasztalata, és amiatt is, mert olyan embereket vett maga mellé, akik a konzervatív, régeni konzervatív republikánus külpolitikai vonalat vitték, szemben az ő inkább ilyen restraint, neorealista vonalával. Ennek ellenére láttunk egy csomó területen olyan pozitív elmozdulást, például a kínai stratégiába, ahogy említettétek, a közel-keleti stratégiába, ami
igazából szinte meglepő volt azok számára, akik csak az elnök külpolitikai tapasztalatának a hiányát meg a kiszámíthatatlanságát nézték. Azért mégis van két párti külpolitika, mert ugye Joe Biden folytatja tulajdonképpen ezt a politikát. Így van. És ezt meg Joe Biden javára kell írni. Így van. És ebben bocsánat, hogy visszatérjünk arra, amivel kapcsolatban itt beszélgettünk korábban, ez tényleg az amerikai politikának a kétpártiságát jeleníti meg. Tehát az amerikai politika Donald Trump elnöksége alatt is, és Joe Biden elnöksége alatt is kétpárti volt, tehát konszenzusra alapuló politikát vitt Kínával kapcsolatban. És Kína a legfontosabb téma igazából az amerikai. Mondjuk meg ezt akartam végén mondani, hogy minden fölül ír tulajdonképpen. Köszönöm szépen, még egy fél órát tudnánk itt vitatkozni, azt elhalasztjuk egy évvel, jó? Adunk az elnöknek, főleg ha Donald Trump lesz egy-két napot, hogy nem rögtön január 20-án ülünk le megbeszélni, hanem mondjuk 22-én, hogy kihasználta azt az egy napot, hogy ezt a nagy konfliktus, vagy a két nagy konfliktust megoldja. Úgyhogy valamikor előbb is valószínűleg az elnökválasztás körül, de akkor biztosan összeülünk még egyszer, és egyrészt aki eltalálta a választás kimenetelét, annak adunk egy sportcsokoládét, vagy Balatont lehet majd választani, és hát megbeszéljük, hogy mi történt és miért történt. Kedves nézőink, sajnos ehhez egy évet várni kell, úgyhogy addig is ködben is tessékséges lenni figyelni azt, amit a heti tévé mond, meg még időnként másokat is esetleg. Mi jövünk majd külpolitikai kitekintővel egy hét múlva, és még nem mondom el, hogy miről lesz szó. Remélem, hogy addig nézik ezt a műsort, meg az előzőt, és hát jó szórakozást kívánok, viszontlátásra egy hét múlva. We'll be right back.